Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt Turikovács Béla képviselőtársam. Hát egyrészt ugye van egy praktikus, meg egy becsületbeli oka, legalább még két plusz extra oka annak, hogy én 15 percben felszólaltam és azt mondtam, amit mondtam. Az egyik, hogy nagyon kevés az ellenzék számára nyitváló időkeret, felület, lehetőség arra, hogy egy egészséges és normális kritikát ki tudjon fejteni, ugyanis az önök szeretve tisztelt vezére és az ők tettes társaik az elmúlt 8 évben kizártak, bezártak, elzártak, kitiltottak, betiltottak szinte minden olyan médiát, kigyomláltak, tönkretettek, szőnyegbombáztak minden olyan területet, felületet, ahol elmondhatnánk a véleményünket. És hát szemesnek áll a világ alapon, természetesen igyekszünk kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket még kegyeskedett a itteni cáratyuska meghagyni számunkra. Hát nem fogunk egy ekkora zicsert kihagyni, azért kicsit jobban focizunk, mint a magyar focisták, azért két Péterrel az üres kaput csak eltaláljuk. Ha ez sem sikerülne, ha ilyen szerény képességekkel sem rendelkeznénk, akkor mindegy lenne, ajatolnánk a biciklit, aztán tényleg nyomás haza almát szedni. Hát akkor gondolkoztatnánk így is. A másik pedig egy becsületbeli ügy. Tudják, tisztelt képviselőtársaim? Az, hogy becsületbeli ügynek tekintem, hogy ha már egyszer otthon mi magunk is családi gazdaságként működünk, ez biztosítja a család megélhetését, tőzsökeres paraszti családból származom, akkor ezeket a problémákat. Ha már a jóisten úgy adta, és a választópolgárok hozzásegítettek ahhoz, hogy parlamenti mandátummal rendelkezem, akkor elmondom ezeket a problémákat, és amennyi csak telik a lehetőségünkből, vagy az én lehetőségemből, igyekszem javítani az ország egyik legszebb, és egyben legszegényebb, elszegényített, kirabolt környékének a fejlesztése, fejlődés érdekében. Meg az is becsületbeli ügy, hogy amit Csengerben, Csengerújfaluban, Kocsordon, Mátészalkán, Nyírmadán, leveleken, apanyon rám bíztak a gazdák az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy feltétlenül hozzam bennek az üzenetét ide, meg településvezetők nevük elhallgatását kéri településvezetők. Jellemző egyébként erre a fortélyos félelem kapcsán jut ez csak eszembe, hogy nem merik vállalni az arcukat, a nevüket és a kritikáikat. Sokszor jelzem nekik, hogy miért nem küldtök e-mailt, vagy miért nem írtok papíralapon hagyományosan levelet. Hát azt ők nem merik. Meg kifordítják őket a bundájukból, hogyha túlságosan kritikusok mernek lenni. Tisztelet a kivételnek. Meg tudják, van egy másik része is a becsületbeli ügynek. Hogy mi úgy érezzük itt 8 éve, hogy egy terhes nő kettő helyett, egy állapotos nő, bocsánat, egy áldott állapotban lévő nő, hogy legszebben fogalmazzak, kettő helyett teszik, ugye egy jobbikos képviselő legalább kettő helyett dolgozik. Az egyéni választókerületekben is. Attól függetlenül, hogy országos listáról tudott a többségünk mandátumot szerezni. Bármennyire is nagyon büszkék arra, hogy egyéni mandátummal rendelkeznek. Néhányuknak van is erre oka, ezt egy percig nem vitatom, tehát nem általánosítok, és nem a kollektív bűnösség vélelmét próbálom előszedni a középkor homályából, de azért a többségük a megvásárolt szavazatok meg a kampány logisztika alapján azért, hogy igencsak szerény kellene, hogy legyen egyéni mandátum ügyben, ezt már csak zárójelben jegyzem meg. Tehát kötözni való bolondok lennénk, mert elnézést a kifejezésért, ha ezeket a lehetőségeket itt nem használnánk ki. És azzal kezdtük, hogy támogatjuk, jó ötletnek tartjuk, és biztos, hogy mindannyian meg is fogjuk ezt szavazni. Ez a világon semmi gond nincsen. Csak most is úgy tesznek, hogy a kellemetlenségekről ne beszéljünk, az emelkedettség okán, söpörjük a szőnyeg alá, ismét húzzuk hetekig, hónapokig a problémákat, de is beszéljünk róla, mert az úgy önöknek. És hát azt meg próbálják már egy kicsit úgy végig gondolni, nem csak az agrárium problémái kapcsán, hogy általában a kormányzásuk kapcsán, hogy önök csak a sikerekért felelősek. Nem sok van belőlük mondjuk, rövid a felsorolás, de a gondokért, problémákért pedig vissza lehet mutogatni x évre vagy évtizedre. Hát hogy van ez, tisztelt hölgyeim és uram, amikor a 9. évüket kezdjük meg megszakítás nélkül, harmadszor nyertek kétharmadot, 5 évig folyamatosan kétharmaduk volt, most ugye körülbelül egy fél éve lassan már megint kétharmaduk van, hát akkor kire, mire mutogatnak? Vagy amikor hirtelen probléma alakul ki, akkor nemzetközi helyzetre, meg Európai Unióra hivatkoznak? Hát ott kellene ketrecharcosnak lenni odakint, amikor a magyar parasztság megvédéséről lenne szó, amikor piacszerzésről lenne szó, ott kellene rugdosni a combosokat Brüsszelnek. Úgyhogy én nagyon kérem önöket arra, számíthatnak egyébként ránk minden olyan esetben, amikor normális a kis- és középparasztság érdekeit szolgáló javaslatok jönnek be, hogy szedjék össze
a gondolataikat, rendezzék sorba, és az emléknap megszavazása után somány disznóvágtába kezdjünk hozzá az általam is felsorolt problémák megoldásához, annak érdekében, hogy a magyar vidék ne ürüljön ki, mert nincs időnk még egy ciklus, meg még egy ciklus tologatni, halogatni, nincs. A legősebb és egy legszebb mesterséget felfognak, hivatással fel fogva hagyni a magyar parasztok, mert egész egyszerűen nem fogja nekik megérni, és nem fogják már sokáig benyelni azt, hogy verejtékes munkájuk gyümölcsét bűnözők arassák le. És nem azért dolgoznak, vegyék tudomásul, nem azért akarnak dolgozni, hogy az estére, nap végére jól elfáradjanak. És ezzel elégedetten hajtsák államra a fejüket. Úgyhogy ezután hajrá, beselkedjünk neki, és úgy kezdjük meg már az ő során megoldani ezeket a problémákat, hogy jövőre egy sokkal kedvezőbb helyzetről tudjunk beszámolni. Köszönöm.